2011 áprilisában fogadta az Országgyűlés Magyarország új alkotmányát. Az alaptörvényt közvetlenül az önkormányzatoknál is igényelhetik az állampolgárok. Sárospatak városának edzője elmondta, márciusban már a díszkiadás is fellelhető a hivatalban. Magyarország alaptörvényének díszkiadását kapta meg az önkormányzat hivatala. Ezt a díszkiadást az állampolgárok a hivatalunkban megtekinthetik, illetve ebből saját példány is rendelhető. A Korábban már lehetőség nyílt arra, hogy ingyenes példányt igényeljenek belőle az állampolgárok, azzal a lehetőséggel közel 100 állampolgár élt a városunkban. Míg ez a díszpéldány, amely most itt bemutatásra kerül, ez mintegy tízezer forintos költségen igényelhető. A jegyző szerint szükséges, hogy mindenki ismeri az alaptörvényt, ezért is biztosítanak hozzáférést az önkormányzatok. Bízunk abban, hogy az állampolgári aktivitás továbbra is megmarad, és a továbbiakban is lesz lehetőségünk arra, hogy széles körben megismertessük az alaptörvény alap, illetve diszkiadását is az állampolgárokkal. A hivatalos helye az alkotmánynak és az igénylésnek a polgármesteri hivatalban van. Az alaptörvény asztala a hivatal épületében a polgármesteri titkárság előtt került felállításra. Itt nyomtatványok kerültek elhelyezésre, melyeknek kitöltésével egy dobozkába kell bedobni az igénylőlapokat. Ezeket az igénylőlapokat heti rendszerességgel ürítjük és továbbítjuk a közönkiadó felé, aki postázza a kérelmeknek megfelelően az alaptörvénynek a példányait. Az ingyenes példányok igénylési lehetősége folyamatos tette hozzá Komáromi Éva. Azt is elmondta, hogy hazánkban 70 ezernél is többen kérték házhoz az új alkotmányt.